A Cipernovszky Károly szakközépiskola a városban, a megyében és a Dél-Dunántúlon is igen jó hagyományokkal rendelkezik. Az elmúlt évek során sokat tettek a náluk folyó képzés modernizálása érdekében. A pedagógusok időben felismerték, hogy egy műszaki profilú intézménynek követnie kell a technika fejlődését. Jelenleg gépészet, fémtechnikát, elektrotechnikát és informatikát oktatnak. Ezért váltottunk szakokat, a korábbi klasszikus szakokat próbáltuk kicserélni, és jelenleg, ha felvételi jelentkezési arányokat nézem, akkor az informatika szakunk tűnik a legnépszerűbbnek. Úgy néz ki, hogy ez a szakunk követi valóban a fejlődést, és ezen a területen tudunk olyan jelentős új ismeretanyagot nyújtani a tanulóinknak, amit az elkövetkező időben is fel tudnak használni. Nagyon komoly számítógépparkkal rendelkezünk, és természetesen az ehhez kapcsolódó szoftverekkel is, amik részben a műszaki oktatást segítik, részben pedig a közismereti oktatást segítik. A Világbanki program keretében nagyon sok korszerű eszközt kaptak. Az ugyanezen program alapján szervezett osztályok képzési tematikája és óraterve a 9. évfolyamon teljesen, a 10. egy tárgy kivételével azonos. Az informatika szakos tanulók az első 4 év alatt az információ megszerzésének, feldolgozásának és továbbításának alapjait tanulják meg, és ezen kívül a számítógép programozás alapjait is megismerik. A gyerekek szabadidejüket is feláldozzák azért, hogy a gépek előtt ülhessenek. A szorgalom szép eredményeket is hozott. Tanulóink egy országos internet weblap készítő versenyen vettek részt, és ezt a versenyt megnyerték. Jelenleg van egy tanulónk, aki a Nemesti Hamér Számítástechnika verseny második fordulóján vesz részt szombaton, és rendszeresen minden évben részt veszünk az országos műszaki tanulmányi versenyeken. Évek óta résztvevői vagyunk az Alpok Adria Nemzetközi Műszaki Tanulmányi Versenynek. Attila rajong a számítógépekért. A nyári szünetben szinte minden nap beutazott azért, hogy gyakorolhasson. Mikor kerültél először kapcsolatba a számítógépekkel? Általános iskola után. És mi az, ami miatt szereted őket? Mert hiszen most is ezzel foglalkozol, a számítástechnikával. Hát mindig változik, mindig új. Mindig vannak új dolgok. Nem lehet megunni. Gondolom, hogy vannak tovább tanulási terveid. Igen, vannak. Főiskolára szeretnék menni, programozó matematikus szakra. A szintén világbanki támogatású elektrotechnika, elektronika képzés, kezdve az elektrotechnika alapjaitól, a különböző speciális villamos szakterületek oktatását szolgálja. A cél itt is az, hogy a gyerekek minél modernebb gépekkel ismerkedjenek meg. 2 évvel ezelőtt kapták meg az új pneumatikai eljárási szabályozó rendszert. Mennyire van szükség napjainkban egy ilyen újításra? Bárhol lehet. A legtöbb gépnek a vezélésében, főleg az erőgépeknél találkozunk hidraulikus pneumatikus berendezéssel, az energia átvitel napjainkban nagyon gyakran megtalálható. Tehát tulajdonképpen szükségszerű a lépéstartás? Igen. Új technikának tekinthető. A gépészet fémtechnika szakon a cél a hatékonyan dolgozni, irányítani és szervezni tudok középfokú szakemberképzés. A hagyományos ismeretek mellett itt is fontos a legkorszerűbb technológiák elsajátítása. Gépészeti vonalon tanítjuk a CAD rajzolást, tehát ezek térbeli legmodernebb szoftverekkel dolgozunk, és a legújabbakkal, az AutoCAD-del, az AutoCAD-nek a mechanikán desktopjával, amely parametrikus méretezésre alkalmas, illetőleg a CAD-kivel. Ez egy amerikai szoftver szintén, amely legalább annyira elterjedt, mint az AutoCAD. A CAD-kivel különböző géprajzokat, terveket, olyan alkatrészeket lehet könnyedén és gyorsan megtervezni, ami rajzon elég hosszadalmas, szabadkézzel elég hosszadalmas lenne. Ezt a technológiát tervezed összekapcsolni esetleges továbbtanulási terveiddel? Igen, hát én a Polák Mihály Műszaki Főiskolára szeretnék tovább menni, és ott, hát ahogy értesültem, ott is vannak ilyen, tehát számítógépes tervezés. Az iskolában mindkét szoftverből nemzetközi vizsga tehető alap, közép és felsőfokon. A diákok szorgalomtól függően akár a középfokú AutoCAD képesítést is megszerezhetik. Az intézmény specialitásai közé tartozik, hogy a matematikát, a fizikát, a számítástechnikát, valamint a kötelező idegen nyelveket, így az angolt és a németet csoportbontásban oktatják. A sikeres érettségi vizsga után a tanulók dönthetnek arról, hogy további 1 év alatt megszerzik-e a technikusi minősítést, avagy tovább tanulnak. Ha valaki a technikusi oklevél megszerzése után tanul tovább, annak technikusi minősítése többletpont szemként jelentkezik a felvételi vizsgán.